Több mint 400-an indultak pénteken reggel gyalogosan Székelyudvarhelyről Csíksomjóra, hogy lerólják kegyeletüket a Szűz Mária előtt. Botár Gábor plébános az egybegyülteknek azt mondta útravalóul, hogy azért megyünk a székelység szentélyébe, mert szeretjük Csíksomjót, egyházunkat, nemzetünket. A korai misét követően a nagyobb csomagokat felpakolták a teherautóra, majd sorban állva, vallási énekeket énekelve indultak az zarándokok. Számomra egy nagyon nagy lelki feltöltődést jelent, nagyon nagy boldogságot jelent, hosszú időre feltöltődök energiával, és nagyon szeretem a Szentlélek Úristent, aki betölti ebben az időben a szívemet, ugyanakkor a szűzanyát is, ugye szűzanyak egy helyre megyünk, és vele is nagyon jó kapcsolatban vagyok, és ezt szeretném ápolni. A főút mentén haladva a kereszteknél megálltak, imádkoztak és tisztelegtek. Útközben az éneklés imádság mellett lehetőségük volt szentgyónásra vagy lelki beszélgetésre. Az udvarhelyi zarándok csoport legidősebb embere ez a 70 éves férfi, aki azt mondja, a csíksomjói nyereg minden zarándok találkozó helye. Harmadszor jöttem, most jövök másodszor a Székelygyorssal. Jól utaztunk, kicsit hosszú volt, és kicsit késett a vonat, de nagyon jó volt. És lélekemelő sok mindent, szinte egy egész évre való feltöltődést. I'm going on the pilgrimage because I believe very strongly that all Christians should unite in their belief. There are many differences, but more things unite us than divide us. A szombati búcsún Tenfli Imre stuttgarti római katolikus plébános Oscar Wilde-ot idézve azt mondta, az embertől elvehetik, amit birtokol, de az igazi kincseket, amelyek benne honoltak, soha nem vehetik el. Lelked kincseivel lehetsz boldog, azokat nem veheti el senki, hangsúlyozta Tenfli. Az ünnepi szónok hozzátette, Isten nem csak a személyek, hanem a nemzetek és a közösségek útjait is kijelölte. Pünköst azt üzeni, a mi népünk is kiválasztott nép, van helyünk a nap alatt. A népnek azonban Isten csak addig ad jövőt, ameddig az félti őt, hangsúlyozta a szónok, aki azzal zárt a szent beszédét, hogy ebből a hitből, amit a zarándokok itt kapnak, haza is kell vinni, azoknak is juttatni, akik nem tudtak eljönni a búcsúra. Egyébként idén is több mint 400 ezer zarándok vett részt szombaton a csíksomjói búcsún, ugyanakkor idén is a zarándokok ezrei látogatták meg a Bákó megyéhez csatolt, Erdélyhez tartozó Gyímesbükköt a pünkösd alkalmából. A csíksomjói pünkös szombati búcsúra érkező mindhárom zarándokvonat elment a Gyímesbükki volt határállomásig.